kihagyás után újra kiállítást szerveztek elkészült munkáikból a Szexárc környéki Foltvarró Egyesület tagjai. A tárlat címe 20+, hiszen jubileumi évfordulójukat 2 évvel ezelőtt a koronavírus járvány miatt nem tudták megtartani. Jelenleg 20 fő a létszám, mind a 20 fő kiállít a mai napon. Hát a tematika az, hogy mindenki hozott egy régebbi munkát és egy új munkát. Ezen felül kiállítottuk az eddig elkészült összes csoportmunkánkat, kiállítottuk azokat az egyéni díjnyertes munkákat, amik itt a 22 év alatt születtek, aztán 2 csoportmunkánkat is kiállítottunk, ami díjnyertes, az egyik a mikadarkánk, a másik az izzás, és készült a 20 éves évfordulónkra minikvilt, ebből van egy külön tablónk, amin ezek láthatók. Hát a Covid alatt nem találkoztunk több mint 1 évig, próbáltunk online, az nem igazán sikerült. Ami viszont végigkísérte az egész Covidot, az az, hogy a szívpárnákat vartuk a melműtött nőknek. Ez volt az egyetlen fix tevékenységünk, amit nem hagytunk abba, és erre büszkék vagyunk, hogy folyamatosan ez a karitatív tevékenység, ez a miénk. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója az Egyesület életéről és tevékenységeiről beszélt köszöntőjében. Intézményünknek egy jeles és nagyon tevékeny civil egyesületét köszönhetjük ma, mégpedig azt a Foltvarró Egyesületet, amely kereken 2000-ben alakult meg, Molnár Jánosné Marika által vezetett Mozaik Foltvarró szakkörből. Az egyesület tevékenysége nagyon sokrétű, a hagyományos foltvarrás mintáinak megtartása, népszerűsítése, azok megújítása, a modern kilt irányzatainak megismerése és tanítása, a gyári, igénytelen tömegtermelés helyett az egyedi, míves, kézműves termékek készítése és az ezek iránti igény felkeltése szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Kiemelte, a szervezet által végzett karitatív munka is meghatározó. Mert lehetőségeihez mérten a kezdetektől fogva támogatja a rászoruló szervezeteket és magánszemélyeket. A mintegy 30 tagot számláló egyesület rendszeresen készít különböző használati tárgyakat, többek között tornazsákokat vagy tolltartókat a Babits Mihály Kulturális Központban minden tavasszal megrendezett versmondó verseny résztvevőinek. A szokásos adventi kiállításuk tombola nyereményeit is a tagok készítik el, a bevételből pedig többek között a Baka István Alapítványt, az Esőmalók Tolna megyei autista gyermekekért közhasznú egyesületet is támogatták. Emellett gyermekotthonokat, de rászoruló magánszemélyeket is igyekeznek segíteni, melynek során több beteg gyógykezeléséhez járultak már hozzá. Rendszeresen tartanak kézműves foglalkozásokat a húsvéthoz, gyermeknaphoz, karácsonyhoz kötődően, valamint idős otthonokban, illetve roma hölgyek részére is szerveztek már foltvarró tanfolyamot, vagy éppen a megyei kórház pszichiátriai osztályán nővérek és orvosok részére, akik a megszerzett tudást a megelőző és rehabilitációs munkájuk során hasznosítják. Ennek eredményeként az osztály korábban kissé sivár falait foltmunkáikkal tették színesebbé, az orvosok és a nővérek az ápoltak részére is továbbadták tudásukat, az általuk készített alkotásokból pedig 4 évszak címmel egy vándorkiállítás született. Az egyesület áldozatos és karitatív munkája elismeréseként elnyerte a Szomjú György díjat, és intézményünk nevében nagy örömmel mondhatjuk el, hogy immáron több mint 20 éve a Babitsban tartják foglalkozásaikat, rendezvényeiket, és egy igazi otthonra lehettek intézményünk falai között. Ugye nem csak szexádi tagjaink vannak, van nagymányoki tagunk, van bonyhádi tagunk, van tolnai tagunk, tehát több nem szexádi is jár hozzánk. Mi nagyon szeretnénk, ha csatlakoznának, mert kicsit öregszik a csoportunk. Hát tulajdonképpen már nem is illik, de én már 20 éve be vagyok betonozva ebbe az elnöki székbe. Nagyon szívesen átadnám egy fiatalabbnak, de nem tudom kinevelni az utódomat. Inkább nyugdíj környékén járunk, vagy jóval utána.
rendszeresen próbálkozunk azáltal, hogy foltvaró tanfolyamokat indítunk, most fejeztünk be egyébként egy kurzust, és mindig reménykedünk, hogy azok, akik tanulnak nálunk, majd csatlakoznak. Hát most a 12 hallgatóból 3-at sikerült bevonzanunk a csoportunkba. És hogy milyen jó a foltvarrásban? Két fontos dolgot emelnék ki. Az egyik a kézműves tevékenység, az, hogy a gyári tömegtermelés, ipari tömegtermelés helyett mi igényes, kézműves dolgokat varrunk, alkotunk, amikkel egyrészt megajándékozzuk a szeretteinket, másrészt a lakásunkat dekoráljuk, használati tárgyakat készítünk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy alkotunk, hogy látjuk a munkán kézzelfogható eredményét, és a másik pedig az emberi kapcsolatok, amik nagyon fontosak. Hát a karitatív dolgokról nem is beszélve, ami szintén nagyon fontos, tulajdonképpen a foltvarást mindig kísérte ez a tevékenység. Hogyha nem szeretnénk, akkor nem csinálnánk, hogy nagyon szeretjük.